A kivitelezési munkák bő másfél évig tartottak, és bár sokszor úgy tűnt, sosem lesz vége, a kivitelezők tartották a határidőt. A beruházás környezetünk megóvása érdekében tett nagy lépés. Ha nincs szennyvíz elvezetés, akkor hát nagyon kevés helyen találhatók az szennyvíz tárolók, leginkább szikkasztottak, és ez ugye egyrészt a talajt, másrészt a talajvizet szennyezte. És a talajvizen keresztül ugye ez eljut a ivóvíz készletekig, és eljut tulajdonképpen a felszíni vizekig is. A projekt közvetlenül több mint 20 000 lakos javát szolgálja négy településen, köztük Székesfehérvár csalán is. A talajaknál már megtörténtek a bekötések is, és a rákötések is. Ott már a lakók nagy része rákötött az új rendszerre, és ők is most már teljes közművel rendelkeznek. A szennyvíztársulás elnöke üdvözli, hogy Székesfehérvár végre 100%-osan szennyvíz csatornázott. Hála Isten eljutottunk oda valóban közel 100 év után, hogy elmondhatjuk azt, hogy Székesfehérvár szennyvíz csatornázása utolérte magát, tehát 100%-os, és hát ez azért könnyebbség az embereknek is, mert anyagilag a szippantáshoz képest azért nem azt mondom, hogy a legolcsóbb szolgáltatások egyike a szennyvíz és vízellátás, de jóval olcsóbb, mint hogyha szippantatni kellene. Székesfehérvár városvezetése a kivitelezéskor úgy döntött, a jelentős életminőség javulás érdekében a csatornázási munkálatokkal egy időben további fejlesztéseket végez. Azt gondoltuk, hogy helyes az, hogyha legalább az utak egy részén nem sávos helyreállítást alkalmazunk, hanem saját költségvetési forrásból, saját beruházásként fogjuk az útburkolat teljes egészét helyreállítani. Így nagyon sok utca szerencsére megújult. A mintegy 9 milliárdos projekt befejeztével Székesfehérvár korábban csatornázatlan részein és Pákozd, Pátka, valamint Seregélyes teljes területén is teljessé vált a csatornázottság. Magyarországon egyébként jelenleg közel 80 településen mintegy 450 milliárd forint értékben zajlanak hasonló fejlesztési projektek.